Heiningsfeld. Gwyn. Ez egy jó labda. Nem sikerül bedobni. Aztán Heiningsfeldnek, igen. Heiningsfeld János találatával 2-0-ra vezet az ASE. Heinz. Barnes. Heiningsfeldnek nem lehetett beadni. Arti Gwyn. Első triplája mérkőzésen. Heinz, Heiningsfeld. Visszakapja az amerikai. Heiningsfeld. Na, ez egy nagyon szép játék volt. 7-5-re vezet az ASE. Heiningsfeld Jani negyedik pontja. Heinz. Arti Gwyn. Beláll, és ez is jó. 12-9, Arti második triplája. Egyelőre küzdelmes mérkőzés, fejfej mellett haladnak a csapatok. Jobbára Paksi vezetéssel Jabari hány szerzi vissza? Talán. És a tripla! Gyönyörű! Hát nem is a legszebb kivitelezésben, de Troy Barnes hatékony. 15-11, nagyon hamar kellett már dobni, nem volt idő ott állítgatni, meg finomítgatni ott a kézmozdulatokat. Heinz, Heiningsfeld, Heinz ismét. Heinz beláll a triplába, és jó. 18-11, kérem szépen. Jabari Heinz első pontjai, mindjárt egy triplával köszön be az amerikai irányító. Medve Máté, a csapatkapitánya az ASE-nak. Heiningsfeld, Barnes, Poják, hatossal védekezik rajta, először ő is a pályán, Jabari Heinz, ez is jó. 24-11, Jabari második triplája, Heinz, Heinz és Ford. Heinz beleáll ebbe a triplába, és ezt is bedobja Jabari Heinz. 24-14, 10 ponttal vezet az ASE. Fejjel előre menetel, meg mindenféle. Jabari Heinz. Ezt is bedobja, kérem szépen. 28-23. Pályán. Heinz. Medve. Bejött a Paksnál. Arti Gwyn. Medve. Megugrasztotta ott az ellent. Heiningsfeld. Jó a tripla. Mondom, amíg jó dobunk kintről, addig olyan nagy baj nem lehet. Ott labdát szerezni Jabari Heinz. Jól megy. Aztán egy könnyed zicser. Na, 31-28-ról az ASE-nek sikerül elmozdulni először. 33-28, Jabari 15 pontnál. De folytatódik a találkozó, és foglalkozzunk inkább ezzel. Jabari Heinz. Kell lekettőzték. Arti Gwyn így szabadon marad. És ha üresen marad, akkor ő bizony bedobja. Heinz és Kovács Péter. Heinz bolondít mindenkit. Lejön a labdája, és aztán Arti Gwyn. 38-33. Arti 3 tripla után egy dupla, 11 pontos, pedig 9 pontnál. 38-35. Az ASE vezet. Egy alley-oop, és kérem szépen Heiningsfeld Jani. Egy gyönyörű szép alley-oop után növeli az ASE előnyét 5 pontra. Milosevic. Poják a sarokból egy kettes hajó, de nem. Tóth Ádám szedi. Aztán Medve Máté hozza el ezt a pontatlan paszt. Medve Máté engedte ott Strahinja Milosevic, hogy bedobja. Medve nem nagyon védekezett rajta a gyűrű alól. Milosevic és Gwyn érdekes párharc ez, mindegyik mosolyog, mikor a másikkal szemben csibészkedik, de hát ezért szép ez a játék. Troy Barnes pedig közben kiegyenlít. 45-45. Bent a palánk alatt hatalmas csata festékben. Arti Gwyn. Nagyon nehéz dobás, de nagyon pontos. 48-47-re jön most föl az ASE. Heinz. Gwyn.
akár végig is vihette volna, nem tette, medve megy be, vissza Artihoz, és egy gyönyörű tripla Arti, Gwyn-től 50-50, medve, Ellingsfeld, Jabari-nak nem lehet adni, Ellingsfeld aztán megindul egyedül, aztán ha megindult, akkor rádobja, Garamvölgyi pedig betegségkeli, nagyon jól ment ott Garamvölgyi erre a lepattanó lecsorgóra. 34-et hajrájában vagyunk. Hány szépen viszi el. Aztán dob egy könnyed zicsert. Browning. Jó védekezés Ellingsfeldtől. Milosevic kezéből csúszik ki. Hányc végül. Jó. Jabari Hányc. 62-68. Belátható a távolság egyelőre. Arti Gwyn. Ellingsfeld nem dobja. Arti viszont igen. És jó is a dobás. Kérem szépen. 65-68. Barnes. És Milosevic. Ez szép játék. És Gulyás Milán is feliratkozik a táblára. Kérem szépen. 69-70. Három büntető után egy tripla az első mezőn gólja gyakorlatilag. Milosevicnek, és milyen fontos volt, Ellingsfeld, de szépen fogott ott pozíciót Ford mellett. Elkapta a fonalat ott Milosevic most. Arti, ő is beláll, ő is tudja ezt. 74-76, Ogunyemi. Arti Gwyn, ez még egy pontos tripla, 77-90. Kis ilyen megint labdát szerez, Garamvölgyi labdája volt ott, kissé pontatlan. Garamvölgyi, ez is jó. Na most aztán meglódultak a felek. Ez csak a rendkedvéért mondom el. Ogunyemi. Ezt végül megoldja. 82-96. Tudtunk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mivel első meccset nyertünk. Próbáltunk koncentrálni, tudtunk, hogy hazai pályán be fognak menni a dobások, nagyon fizikálisan fog játszani a paksi csapat. Sikerült betartani az edzői utasításokat, egész heten készültünk a paksi játékokból, és nagyon örülök neki, hogy sikerült nyerni. Mindenféleképpen úgy érzem, hogy előrébb léptünk az előző meccshez képest. Az első két negyedben tudtuk magunkat tartani, fizikálisan is, illetve jöttek a külső dobásaink. Sajnos ugye két hátvédet elvesztettünk, reméljük a következő meccsre tudnak játszani. Kicsit szétnyílt a védekezésünk a második fél időre, így futottunk az eredmény után. Stabil 10 pontos deficitet próbáltunk ledolgozni, ez meg a végére nem jött össze, és a külső dobásaink sem voltak már olyan élesek, mint az elején. Készültünk hazai csapatból, viszont első negyedben nem sikerült megállítani a pick and roll játékot. Volt nagyon sok üres dobásuk, ami be is ment a paksi csapatnak, de mivel sikerült ezt a játéknak ezt a részét megoldani, és végén ugye nagyobb rotációval tudtunk játszani, végül sikerült nyerni, és sajnálom két sérülést, Ruják András meg a Rikitaran nem tudtak játszani. Bízom benne, hogy következő meccsen is fogunk így jól játszani, és bízom benne, hogy paksi csapat fog tudni kiállni teljes csapattal. Köszönöm a szurkolónknak, akik ugye nagyon messziről jöttek és szurkoltak nekünk. Megpróbáltunk valamilyen egyensúlyt fenntartani, de sajnos érződött, hogy fáradunk, nem voltunk már olyan kreatívak támadásban, védekezésben is már koncentrációs hibáink voltak, nem érkeztünk vissza, és ők ezt megbüntették. Azt hiszem, hogy bajnok esélyeshez méltóan játszottak, de gratulálok a csapatomnak is, mert tényleg teljesen más tényleg képet mutatott.